A választás első óráiban még úgy tűnt, megdőlnek a részvételi adatok, de végül nem érte el az arány a 2006-os csúcsot. Országos szinten a választópolgárok 48,58%-a szavazott. 10 megyei jogú városban és 14 fővárosi kerületben is az ellenzék győzött a vasárnapi választáson, valamint a főpolgármesteri tisztet is Karácsony Gergely, közös ellenzéki jelölt nyerte. Nyíregyházán 96.317 fő szavazhatott, közülük 39.208 választópolgár jelent meg az urnák előtt, ez 40%-os részvételi arányt jelent. A kormánypárt jelöltje, a leadott érvényes voksok 52,84%-át kapta. A szövetségben Nyíregyházáért jelöltje, Jeszenszky András pedig a szavazatok 47,16%-át. Így Kovács Ferenc a harmadik ciklusát kezdi, mint a megye székhelyi polgármestere. A várakozásainkhoz képest mi jobbat vártunk az elmúlt 5 év alapján, viszont az országos helyzethez viszonyítjuk, akkor ez egy nagyon komoly eredmény. De a lényeg a következő, megnyertük ezt a választást is. A polgármester mellett a 21 tagú testületben úgy néz ki, hogy 12 képviselőnk lesz, tehát megvan a többségünk is, amire nagy szükség is van, hiszen itt Nyíregyházán rengeteg tennivaló van, rengeteg fejlesztési program van előkészítés alatt folyamatban, és szeretnénk azt folytatni, amit az elmúlt 2 ciklusban végeztünk, hogy Nyíregyházát méltó helyre, egy olyan fejlődési pályára, én azt gondolom már állítottuk, de ott tartsuk, ami a jövő szempontjából minden városlakónak a legfontosabb. A nyíregyházi képviselőtestület összetétele változott az előző ciklushoz képest. 12 kormánypárti és 9 ellenzéki jelölt került be a városi közgyűlésbe. A jogosultak több mint 54%-a, összesen 195.539 fő szavazott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati képviselőkről. Nagyon örömteli hír ez, hiszen sokáig sajnos az volt a jellemző kép, hogy alacsonyabb volt a megyei részvételi arány az országosnál, de az utóbbi néhány választáson jellemzően már az országos átlag fölött teljesítettünk, most pedig jóval az országos átlag fölött. De mondjuk annyiban igaz a tendencia, hogy vidéki településeken mindenhol magasabb volt a részvétel, mint akár az Európai Uniós választáson, tehát jobban szereplünk, de a országos trend is erre irányult, hogy magasabb volt a vidéki részvétel. Mindenféleképpen nagyobb legitimációt ad a majdani megyei közgyűlésnek, polgármester kollégáknak ez a magas részvételi arány. A 25 fős megyei közgyűlésben 18 mandátumot nyert a Fidesz-KDNP, 3 mandátumot a Jobbik Magyarországért mozgalom és a Momentum mozgalom közösen, 2 képviselőt küldhet a Magyar Szocialista Párt, 1 fővel vesz részt a szabolcsi közgyűlésben a Demokratikus Koalíció, illetve szintén 1 fővel az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért egyesület. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 2. számú választókerületben 46% körüli volt átlagosan a részvételi arány. Ez ebben a térségben jó eredménynek számít, közölte Vinnai Győző országgyűlési képviselő. A legnagyobb település ennek a választókerületnek Tiszavasvári, amely 10.000 fő fölötti, 13.220-an lakják, és egy évvel ezelőtt időközi választáson sikerült elhódítani a Jobbiktól, és jelentem, megtartottuk ezt a várost, hiszen Szőke Zoltán Fidesz-KDNP-s polgármester fölénnyel nyert. A megyében több településen is változást hozott az önkormányzati választás eredménye. Többek között új polgármestere lett például Tisza Esztlárnak. Vajda László független jelölt irányítja ezen túl a települést. Rakamaznak is független polgármestere lett. Bodnár László az érvényes szavazatok több mint 80%-át gyűjtötte össze vasárnap. Nagykálóban jóval szorosabb volt a választás, végül 45%-kal nyert a független jelölt Horváth Tibor, a település korábbi alpolgármestere. Demecserben Rátkai Sándor függetlenként vezeti ezentúl a várost. Kocsordon a 2016-os időközi választáson a Jobbik jelöltje, Földi István nyert. A vasárnapi önkormányzati választáson szintén őt indította a párt, de végül Bakos Róbert független jelölt gyűjtötte össze a szavazatok legnagyobb részét. Újfehértón a Fidesz-KDNP jelöltje, Hosszú József nyerte a választást. A szavazatok több mint 56%-át gyűjtötte össze, amíg a korábbi polgármester, Nagy Sándor a voksok 39%-át kapta.